az igaz pedig hitből él. És aki meghátál, abban nem gyönyörködik a lelken. De te nem vagy a meghátrálás embere, hogy elveszél, hanem a hité, hogy életet nyerjél. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonságot a régebbiek. Hit által érted meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami a látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten, és az általa még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta el világot, és hitből való igazságnak örökösségévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiméne nem tudván hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegen, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobban, ugyanazon ígéreteknek örökös társaival, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt Sára is, az ő méhében való foganása és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartatott az, aki ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól annyian származnak, mint az égnek a csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a főveny, mely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéretet, hanem csak távolról látva az üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szóltak, nyilván jelentik, hogy más hazát keresnek. És hogy hogyan eszükbe jutott volna az, amelyről kijöttek, lett volna idejük visszatérésnek. Így azonban jobb után vágyottak, tudnélik, mennyei után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenünknek neveztessék, mert készített nékik várost. Itt által áldozta meg Ábrahám Izsákot, Prabára tévén az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked a mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani. Miért is őt példaképpen visszanyerte? Hit által áldá meg a jövendőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hit által áldá meg a haldokló Jákob a József fiainak mindenikét és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimenekeledéséről és az ő tetemeiről rendelkezett. Hit által rejtegette Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leányának, fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartanak Krisztus gyalázatát, mert megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félt a királynak haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hit által rendelte el a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül járták. Hit által nem veszett el Ráháb, a paráznanő,
az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsorról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat. Mások kínpadra vonattak. Visszautasítván a szabadulást, hogy becsessen feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfolások és megostorlások próbáját állották ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezettek, kínpróbával szenvedtek, szétfűrészeltettek, karra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyeken még barlangokban és földnek hasadékaiban. És mindezek noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Ja, Istenem, ez a Monikához csatlakozom meg az Andrishoz is, és nagyon megrendítő ez az egész dolog, és talán a végéről kezdem, amikor azt mondja, hogy nálunk nélkül ez az egész sztori, amit itt felolvastam, nem ér semmit. Vagy nem teljesedik be. Azt mondja, nem, hogy is mondja, hogy nálunk nélkül tökéletességgel ne jussanak. Ez az egész történet a hitnek a hőseiről szóló elbeszélések nálunk nélkül valahogy nem teljesedtek be. Mert ez az egész rólunk szól. Mondhatnám azt is, hogy ez az egész Krisztusról szól. Ez az egész minden Jézusról beszél, és Jézusban vagyunk mi benne, ezért nálunk nélkül ez az egész sztori nem tud érvényesülni. És hogyha így kezdem el nézni ezt a történetet, akkor egy kicsit talán máshogy fog festeni az egész. Ahogy az Andris is mondta, és nagyon igaz, hogy az Isten egyszer csak jön, amikor nem gondolod, onnan, ahol nem számítasz rá, egyszer csak egy élő történés történik veled. És ezek a történések megtörténnek, és amikor szól az Isten, tudod, hogy ő van itt. A katakocsiját javítottuk, és elég sokba került, 200 ezer forintba, és amikor meghallottam a hírt, akkor úgy ledöbbentem, és megmondom őszintén az elkeseredésnek a szellemét, nem akartam beengedni, mert bejött a nyomorult érte, bejött. És Győrben voltam, amikor a telefonon közölte a szellemről a hírt, hogy ennyi lesz, de mindegy. Nem részletezem, és még jó, hogy megcsinálta, tehát ez ennyiért, igen. Többiek meg se csinálják, föl se veszik a telefon, de ezt most hagyjuk. Ma Magyarországon nagyon nagy hiány van jó szakemberekből. Ha valaki tudnék biztatni erre, ezt tenném, hogy ha nem tudod tovább tanulni és hívő, akkor nagyon nagy jövője van egy becsületes, megbízható szakembernek, úgyhogy tanuljon szakmát. És kérlek szépen, ahogy ez be akart jönni, jeleztem, hogy nem akarom beengedni, de ott jött a szívembe állandóan, és tudjátok, amikor küzdik az ember a rosszal, az egy olyan nehéz dolog. Mert nem akarja az Isten, hogy keserűségben legyél, nem akarja az Isten, hogy nyomás alatt legyél. Többször prédikáltam már itt nektek, hogy Isten azt akarja, hogy jó napjaitok legyenek. A múlt miatt ne keseregél, a jövő miatt ne szorongjál,
a jelenben éljél az Istennel, és semmi nem úgy fog történni, ahogy félsz a jövőtől. Semmi nem úgy fog történni. Minden probléma máshogy lesz. Lesz probléma, az biztos. Nagyobb, mint amire számítottál. De nem az, ami miatt gyötrődtél volna. Nem az. Az nem lesz. Az eszedbe se jut akkor, amikor már ott vagy, mert nem az lesz. Hogy kár is, érted, kár is. Tehát jobb jól tartani magadat, hogy amikor jön a nehézség, akkor jó legyél. Na és akkor jöttünk haza, Katával, mert Kata is lekísért engem Győrbe, jöttünk haza a Strádán, és hát ez a pénteki nap, ez egy őrület. Tehát jönnek haza, tehát ez azt jelenti, hogy 100-al beáll a török vendégmunkás a belső sávba, és nem megy le. A kamion 90-nel megy. Na most el tudjátok képzelni, hogy így beáll a stráda, és akkor sem megy le, hogyha visszamehetne. És akkor, hát ugye Karcsika jobbról is előzött, meg balról is. Jobbról előzni tilos. Na, most ezt hagyjuk. És egyszer csak, ahogy valahogy egy ilyen flick-flackot csináltam, összeütköztek előttem a baloldali sávba, ripityára törték az autókat, ugye elrántottam a kormányt, és kikerültem az egészet, és egyből megszabadultam a 200.000 forintból. Az úr szólt hozzám, hogy most ez nem 200.000 volt. Ez nem 200.000. Ki se számoljuk, öcsi. Úgyhogy teljesen felszabadulva adtam oda örömmel a 200.000 forintot. Semmi problémám nem volt, mert minden csak hozzáállás kérdése. Minden azon múlik, hogy te, neked mi van a szívedbe. Mert hogyha a szívedbe rossz van, akkor sajnos rossz dolgok fognak veled történni, és egy csomó mindent előhozol a negatív világból. És ezt a példát csak azért mondom, és még aznap történt velem még egy érintés, ami teljesen személyes, azt most nem mondom el, de az Isten megjelent, és egy teljesen hitetlen emberen keresztül szólt hozzám. Szólt hozzám, és olyan döbbenetesen beszélt, hogy egyszerűen néztem, hogy lehet ez, hogy ez az Isten beszédét szólja. És utána még annyira is ott volt az Úr jelenléte, hogy visszahívott engem, hogy te, nem a te feleséged halt meg. Ja, ez a szerelő volt egyébként, akinek adtam a 200.000-et, örömébe fölhívott. És akkor még beszélgettünk a telefonon, és mondtam, hallgass meg a prédikációkat. Kiderült, hogy bajba volt. Egy csomó minden. Elkezdett a Szent Szellem munkálkodni. Miért? Mert érted? Mert én alkalmassá váltam arra, hogy hitbe járjak. Hogy figyelj, mindent itt hagyunk a Földön, és annyira fontossá válik sokszor nekünk sok minden, hogy teljesen tönkre tudja tenni az életünket, az anyagiakhoz való viszony, a csekkek, befizetése, stb. A munkai problémák. A gyerekekkel való probléma, stb. De az Isten azt akarja, hogy szabadulja fel ezek alól, a terhek alól, és nem kell, hogy nyomás alatt legyél, és meg fog oldolni minden. Hidd el, hogy meg fog oldolni minden, és 10 év múlva fogod nézni az életedet, amin aggódtál, vagy amin olyan nagy problémának tűnt, és mosolyogni fogsz, hogy ezen aggódtam én, ha akkor tudtam volna, hogy most mi van. Na, de nem akarnak ijesztegetni benneteket. De igazából higgyétek el, hogy valahogy a hited van megtámadva állandóan, és a szereteted, hogy szeretetben maradjál, és hitben maradjál, és amikor a kegyelmet prédikáljuk, akkor többek között azt a fajta negatív hitet akarjuk kivenni a szívedből, hogy rosszul gondolkodjál az Istenről, és rosszul gondolkodjál magadról. Hogy ne kárhoztasd magadat, mert az Isten sem kárhoztat. Hogy ne bántsad magadat, hanem higgyél magadba. Hogy higgyél a feleségedbe, hogy higgyél a gyerekeidbe, hogy kezdj el hinni. Kezd el az Istennek a győzelmét elhinni mindenkire nézve. És amikor ebbe kezded el gyakorolni magadat, és azt mondod, hogy az ördög, amit el akar venni tőled, nem, hogy nem tudja elvenni, vagy ha el is veszi, 10-szeresen fogod visszakapni az Istentől. Hidd el, nem lehet az, hogy feladod, nem lehetséges az, hogy átadod magad a keserűségnek, a szomorúságnak, a negatív gondolatoknak. Nagyon-nagyon egyedül tud lenni az ember a próbában. De a próbában igazán ott van veled az Isten. Szóljál hozzá!
beszéljél hozzá, mondd el neki, hogy kérjél, és ő fog adni. Amit a Mónika mondott, nagyon megérintett, hogy ha nincs hitet, kérjed a hitet. Ha nincsen bizalmat, kérjed a bizalmat. Ha nem tudsz megbocsátani, kérjed a megbocsátást. Ha úgy érzed, hogy sötétség van az életedben, kérjed az Úrtól, hogy vigye el. És el fogja vinni, hidd el. Isten azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja, és ma is le akarja rombolni. Figyelj, ugyanazokat a dolgokat éljük át, mint a Pál apostol, meg a Péterék, meg a többiek, ugyanazokban vagyunk benne, csak a színpad változik, ahogy a madács ember tragédiájában. A színek mindig változnak, de a lényeg mindig ott van, a küzdelem, a próbák, a kísértések. És nem sokára, sokszor mondtam már, nem sokára elmegyünk, és itt egész más emberek fognak lenni, egész más. Nagyon érdekes, amikor nézek egy nagy fát, ami mit tudom én 150 éves, vagy 200 éves, és arra gondolok, hogy 100 év múlva ez még mindig itt lesz. Én meg már sehol nem vagyok. És 150 évvel ezelőtt, amikor elültették, akkor kik voltak, akik elültették? Hogy gondolkodhat? Ugye, aki fát ültett, az hisz a jövőbe. És igazából ez egy nagyon érdekes dolog, hogy emberek voltak itt előttünk is, és emberek jönnek utánunk is, és mindegyikünknek ugyanaz a harca van, képzeljétek el, hogy szeretetben maradjunk és hitbe tudjunk maradni. Nagyon lecsupaszítom, de ez a lényeg, ez a lényeg az egésznek. És ahogy ezt olvastam, hogy az igaz ember hitből él, és nekünk olyan érdekes a dolgunk, mert mi hívők vagyunk. És az, hogy hívők vagyunk, az nem azt jelenti, hogy hiszünk az Istenben. Mert az ördögök is hisznek, és mégis rettegnek. Hanem az, hogy hívők vagyunk, az azt jelenti, hogy nem a testi dimenzióban határozzon meg az életemet, hanem a szellemi dimenzióban Istentől vagyok függő, és nem a világtól, vagy a testemtől. Istentől teszem függővé magamat, mert az ember az test, lélek és szellem. És a szellemi világ, a szelleme halt meg először az embernek, amikor bűnbe esett, és a szelleme támad föl először az embernek, amikor Jézus Krisztus újjászült téged, a szellemed megelevenedett. És ezért szellemi lény lettél elsősorban, és a tested is majd követni fogja, ahogy a tested is később halt meg a szellemi halál után, hogy a tested is később fog életre kelni a szellemi élet után. Nagyon érdekes ez a eltolódás. És amikor szellemi lény kezdesz lenni, mert szellemi lények vagyunk mi, mert az Isten szellem. Ezt mondja a szamáriai asszonynak, hogy az Isten szellem. És szükséges, hogy akik őt imádják, szellemben és igazságban imádják őt. Tehát hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy minket nem a testünk irányít, nem a lelkünk, nem a szokásaink, és főleg nem a vallásosságunk. Rendkívül nehéz dolgok vannak az életemben nekem is, amit a vallásosság okozott, és amiket le kell vetnem vallásos megkötözöttségeket, vallásos félelmeket. Vallásos dolgokat, amit megtanítottak, vagy megtanultam, vagy én magam építettem fel, teljesen mindegy, de ott vannak. Mert amikor szellemben járok, akkor szabad vagyok. Amikor szellemben járok, akkor Isten természetének a részese vagyok. Akkor Isten gondolatai vannak bennem. Akkor minden napnak a nyomása áthelyeződik Istenre. Akkor minden napnak a problémája oda megy az Úrhoz, és odaadom az Istennek. És az Úrral vagyok, és nézem az Urat, hogy mit cselekszik. És örvendezek az én Istenembe, és dicsőítem őt. Ahogy Dávid mondja, az ellenségei előtt azt terítesz nekem. Azt a sok gondod és problémád előtt jól lehet lakni. Azért azt terítesz neked, nem figyelj, de a mankóink be vannak a kocsimba. Ezzel még mankó nélkül közlekedik. Hát Istenem, hát most... Ide gyere előre az Aliz mellé, mert szeretek látni a szép, érted? Gyere, rendesen menjél, nekem ne viszek én. Majd jó, halleluja. Igen, ülj le. Nem, hát csak meggyógyulnak a sárták elő vagy utóbb. Hát nem csak a Bibliában olvassuk, hanem látni is kell. Még a foga is kinőne, az lenne az igaz.
Tehát... Nagyon nyugodj, ez benn van az igében, persze megelevenedik az ember. Persze, ne hülyeskedj, a végtagja kinől, vagy a szemem megnől, vagy a szemem megnől, a kocsányom fog lógni, érted? Tehát azt mondja, hogy a hitből él, és igazából az, hogy mi megtanulunk hitből élni, ezt meg kell tanítanod a saját lelkednek, azt mondja Dávid, ágyad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő nevét. Ágyad, és ne feledkezzél meg róla, hogy mennyi jót tett veled. Ne feledkezzél el, hogy őtőle származol. Az övé vagy, az olyan Istené, akit nem láttál, akit nem hallottál, és mégis tapasztaltad, hogy él. Mégis megtapasztaltad, hogy ő valóság. Mégis megtapasztaltad, hogy ő egy élő személy. Mi egy olyan Istenbe hiszünk, a zsidók Istenébe, az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istenébe, aki vagyok, akit nem lehetett megfogni, nem lehetett lerajzolni, nem lehetett megjeleníteni. És egyetlen egy ember tükrözte vissza az Istennek a képét először, az Jézus Krisztus volt. És Jézus Krisztus által te is az Istennek a képét tükrözött. És ezért fantasztikus az a kijelentés, amikor azt mondjuk, hogy aki lát téged, az látja az Atyát és látja a Fiút. Ez egy csodálatos dolog, és amikor ebbe az Istenbe hiszünk, aki nem látható, mi látható, a látható világba behozzuk a láthatatlan Istent. De ez csak hitáltal mehet, ez a hitnek a hídján mehet, és ez egy nagyon törékeny hit, azért, mert a világ a látható világgal foglalkozik, a hírek a látható eseményekkel foglalkoznak, a látható történésekkel, az újságok arról írnak, amik megtörténtek, ami lefényképezhető, megragadható, felhozható, és abból is legtöbbször a negatív hírekkel, legtöbbször a botrányos hírekkel, legtöbbször a rossz hírekkel foglalkoznak, és nem a jó hírekkel. De te vagy az az ember itt a Földön, aki az Istentől élve, hitből élsz, és ezért vagy igaz ember. Tehát nem azért vagy igaz ember, mert igaz emberré válsz, mert megfogadtad, hogy hétfőtől nem eszel, mit tudom én, csokit, ugye mondjuk, vagy hétfőtől nem vered meg a Brigit, és ez csak keddig tartott ki. Kérlek szépen, tehát igazából nem ezeken múlnak a dolgok, hanem amikor szellemi világból forrásozva tudod az hétköznapjaidat élni, akkor igaz ember vagy. Mert az igaz emberséged nem abból vagy, hogy igazzá váltál magadtól, hanem hogy igazzá lettél nyilvánítva Jézus Krisztus által. Ez egy nagyon fontos... ugye megbékélte a világgal, nem tulajdonítva nekik a bűnöket, és igaz lettél, megigazított, igazzá lettél, megigazított lettél. Tehát amikor hiszel Krisztusba, igaz ember vagy, abban a pillanatban igaz ember vagy. Amikor hitbe jársz, abban a pillanatban bűntelen ember vagy. Amikor hiszel Jézus Krisztusban, abban a pillanatban Isten fia vagy. Egyszerűen ebből forrásozva ez az identitásod, hogy ebből élsz. Tehát az igaz ember az hitből él, és itt van egy ilyen ige, hogy nem hátrálunk meg. Nem vagyunk a meghátrálás emberei. Mert a tested és az információid és a hétköznapoknak a tusája az a meghátrálást akarja behozni az életedbe. A meghátrálás pedig az, hogy nem hiszed el azt, amit az Isten mond rólad. És akkor vagy a meghátrálás embere. Amikor nem hiszed el, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, nem hiszed el, hogy igazzá lettél nyilvánítva, nem hiszed el, hogy szent vagy, amiatt, hogy Isten megbocsátott minden bűnödet, és az ő vére megmosott téged, és ezért szent vagy, bemehetsz a szentek szentjébe a bárány vérén át. Amikor ezt nem hiszed el, akkor meghátrálsz. És amikor meghátrál az ember, akkor ez vallásosság. Akkor akar valamiket megtenni, valamit megfogadni, valahova, valahonnan, valahova eljutni, és akkor majd Isten el fog fogadni. De nem, az Isten elfogadott téged, testvére. Jézus miatt. Ne hátráljál meg. Ne hátráljál meg. És hogy ha elestél, álljál fel. Nem az a probléma, hogy elestél, hanem az a probléma, hogy nem akarsz felállni. Az a probléma, hogy megvalod a száddal. Nagyon tetszett ez is, amit mondtál.
hogy hányszor vallunk meg a szánkkal olyan dolgokat, én magam is, megfigyeltem magamról, ami utána meghatároz engem. Mert elkezdek abba hinni, hát én hányszor, most ahogy mondtad, szólt is a Szent Szellemedén, én ha tudnád, hányszor mondtam, hogy nekem nincs nyelvérzékem. Pedig nekem kitűnő nyelvérzékem van, mert megtanultam a világ legnehezebb nyelvét. A magyar. Mi ehhez az angol? Mi ehhez képest az angol? Le is iratkozok, most már egy tanfolyamra érzem. Hitáltal. De a Istenem, pedig hogy vártam, hogy csak fölébredek és reggel angolul beszélek. De valahogy nem így működik ez az angol tudás. Az angol nyelv kegyelme. Az angol nyelv kegyelme nem így működik. Valószínű, hogy meg kell vennem ezeket a könyveket. Szóval borzasztó. Tehát amikor tényleg benyomod magadnak, hogy te szerencsétlen vagy, te nem vagy jó feleség, te nem vagy jó férj, hogy te neked nem megy, te nem vagy jó dolgozó, te mindig egy hülye főnököt fogsz ki, és ezt el is mondod otthon jó sokszor, akkor vonzani fogod a hülye főnököket. És valóban az összes hülye rá fog szállni. Ahelyett, hogy hagyjad már ezt, hogy hülye főnököd van. Semmi jobban, de nem kéne ezzel annyit foglalkozni. Hülye. Hát valaki hülyén hal meg, semmi probléma. De neked nem kellene. De neked nem kellene kapcsolódnod ilyen módon ehhez a dologhoz, hogy leuraljon, meghatározzon, erről beszéljél, gondolkodjál, stb. Igen, véletlenül egyébként az Amerikában elterjedt a pozitív gondolkozás, mert a pozitív gondolkozásban is már nagy erő van. Már csak abban, ez nem hívő dolog, csak abban, hogy pozitívan gondolkozol, már előbbrébb jutsz sokkal jobban, mint aki mindig károg. Azért utálom a varrót egyébként rendeletesen. Most is utána dobtam a papucsomat. De nem találtam el. Na, mindegy. Visszahozta? Nem hozta vissza. Elröpült. Tehát az igaz ember hitből él, és nem gyönyörködik a lelke az, aki meghátrál. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjük. És igazából az életet nyerés az a mai este, a holnap reggel, az éjszakád, a nappalod, ami következik, amikor életet kezdesz nyerni a Krisztusban. És amikor 6 óra. Ki vitt el itt az időt? Varjú. Nem hiába utálom én ezt a varjút. Hát elment az idő. De azért is egy picit csak. Amikor itt ez a hit hősök, 18 pont van itt felsorolva, és ebből egyet most elhagyok. Egy jó tárcsa. Azt mondja, hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy amit látható, a láthatatlanból állott elő. És ez nem csak a fükre, fákra, mert azt mondja, hogy nálunk nélkül, és most egy picit így fordítsuk le ezt az egész igét. Nálunk nélkül nem jutottak. Hogy az nem csak a fa, a fű, az égbolt, a csillagok, a föld és a folyó, hanem Isten megteremtett számodra egy olyan szellemi valóságot, amit meg akar jelentetni az életedbe, ami mondjuk a békesség, a szeretet, az öröm, a hosszú tűrés, a jóság, a szívesség, a mértékletesség, az önuralom. Amikor meg akarja jelentetni benned, ahogy mondta, hogy legyen és lett, ugyanúgy akarja, hogy a Szent Szellem által, hit által, meglegyen benned az ő isteni jelenléte. És hogy amikor megszülettél, ugyanúgy születtél meg, mint egy csillag. Ugyanúgy születtél meg, mint bármi más a Földön. Megszülettél, de Isten gyermekévé születtél meg. Amikor az angyal szólt Máriának, és azt mondja, hogy a méhedben fiat fogsz fogadni, és a nevét nevez Jézusnak, amikor azt mondja Mária, hogy legyen nekem a te beszéded szerint, abban a pillanatban Mária megfogant, és megtörtént, mint egy teremtés az ő bensőjében a Jézusnak a foganása. Ugyanígy történik meg, és ugyanúgy lesz valóságá a te életedben az Istennek a hit, az Istenben való hitnek a valósága. És ez mindig így van, és ez mindig így fog történni, és ezért vagy hívő, és ezért hiszel.
Ezért vagy nem a meghátrálás ember, hogy megtörténjen és meglátszon. Hogy megtörténjen és megszülessen. Hogy benned megtörténjen az, hogy nem mondasz le a fiadról. Hogy nem mondasz le a lányodról. Hogy mikor ez megtörténik, nem csak, hogy nem szeretnék. Figyelsz, akarom mondani, hogy a hit a reménylet dolgok valósága. Tehát amikor még csak reménykedsz, az még csak a remény, az nem hit. Nagyon jó a remény. Reményről is lehet tanítani. Tehát nagyon jó a remény, hogy te nem szeretnél lemondani a fiadról. Nem szeretnél lemondani a lányodról. A feleségedről, vagy férjedről, vagy most mindegy, hogy mit mondunk. Nem szeretnéd, de ez még csak a remény. De a reménységben állhatatosnak kell lenni. Kitartani kell. El kell kérni az Úrtól, hogy jussál hitre. Mert abban a pillanatban, amikor hitre jutottál, tudod, hogy megvan. Ennyi. És akkor kész. Akkor teljesen megnyugszol, akkor teljesen elengeded, és már csak hálát adsz. Ez a hit. A hit az mindig egy valóság. Az egy olyan dolog, ami megvan már. És majd meglátják a többiek is, de te tudod, hogy már megvan. Biztos, hogy volt ilyen az életedben. Amikor tudtad, hogy ezt megkaptad. Kész. Már nem lehet, vagy esetleg, meg talán nem szorongtál, hanem egyszerűen kész volt. Vége volt valaminek, egy küzdelemnek, egy remény korszaknak vége volt, és bejött a hit. De nagyon fontos, hogy a remény is legyen. Tehát nem akarok a remény ellen beszélni, mert a remény készíti elő a hitet. Amikor elkezdesz reménykedni, akkor elkezdesz valahogy egy kicsit jól gondolkozni egy dolog, mert a reménytelenség az egy borzasztó állapot. A reménytelenségből ki kell jönnöd. Az első lépés, hogy gyere ki a reménytelenségből. Gyere ki a sötétségből, lépjél ki! Nem lehet benne maradni, mert minél jobban benne maradsz, annál nehezebben lépsz ki. Minél tovább gyötrődsz, és minél tovább a gyümölcseiről megismered a fákat, amikor rossz gyümölcsöt kezd teremni egy gondolat az életedbe, akkor az akármilyen szép gondolat is rossz gyümölcsöt terem, szorongást terem, sötétséget terem benned, azt a gondolatot le kell zárni! El kell utasítanod, ki kell lépned belőle. Ezek mind szellemi dolgok, amiről beszélek. És amikor kijössz a reménytelenségből, kijössz a megvert gondolkozásodból, hogy te egy megvert ember vagy, te egy elutasított ember vagy, te egy tönkrement ember vagy, te egy reménytelen flótás vagy, amikor ebből kijössz, ez a kegyelem egyébként. A kegyelem üzenete ezt üzeni neked állandóan, hogy nem kell ebbe benne lenned, mert az Isten nem tartott reménytelennek. Az Isten annyira értékesnek tartott téged, hogy meghalt érted. Meghalt, egyedül érted is meghalt volna, nincs több ember a Földön, csak te vagy, meghalt volna, egyedül te érted. És a vérét adta oda azért, mert annyira értékesnek lát, és nem gondolkozhat, ő miatta nem gondolkozhatsz magadról rosszul. Magad miatt lehet, hogy gondolkodnál még magadról rosszul, de Isten miatt nem gondolkodsz, és ez a hit megint. Ha Isten nem gondolkodott rólad rosszul, akkor te nem gondolkozhatsz magadról rosszul. Mert az hitetlenség. Az hitetlenség abból a szempontból, hogy amit az Isten gondol, akkor te azt nem tartod helyesnek. A kegyelmet is azért nem tudja elfogadni a kereszténység, mert a kegyelem az embereknek egy olyan túl laza. Túl laza. Úgy néz ki, hogy akkor mindent csinálhatunk, de a kegyelem az pont arról szól, hogy az Isten másképp gondolta az üdvösségedet. Másképp gondolta a megmentésedet. Másképp oldotta meg. A törvénynek, ami nem sikerült, az sikerült a kegyelemnek. Ezért azt kell hinned, hogy Krisztusban meg vagy mentve. Na de úgy látszik, hogy nem olyan könnyű ezt elfogadni, mint ahogyan azt mondják, hogy ez könnyű. Nem, mert ez egy hit. Ez egy hit. Ez egy teljesen egy hit. És amikor látjuk, hogy hitáltal vitt Ábel becsésebb áldozatot, azt tudjuk, hogy itt megint Jézus véréről van szó. Arról a véről van szó, hogy a Káinnak az áldozata az nem tudta megtisztítani az emberiséget, csak a báránynak az áldozata tudta megtisztítani. Ezért a vallásosság, az emberi szorgalom, az emberi igyekezet kevés. Kevés az áldozat, kevés az, hogy áldozunk. Hogyan áldozunk? Mibe hiszünk? Ez a lényeges. Hogy én kevés az, hogy hiszel az Isten vagy dicsőítő énekeket. Ha nem hiszed el azt, hogy a bárány vére téged tisztára mosott, nem ér az egész semmit. Azt mondja, nálunk nélkül nem jutottak győzelemre. Hát pontosan erről szólt az egész.
hogy a bárány vére tisztára mosott, és te akkor vagy Ábel, akkor mutatod be az Ábel áldozatát, akkor mutatod be ezt az egészet, amikor ebbe a hitbe vagy, hogy a bárány vére engem szabaddá tett. Ez a hit. Tehát ez az egész dolog, képzeld el, elkezdjük lefordítani. Elkezdjük lefordítani, és olyan hitáltal, Énok, stb., de csak még itt a Noé. Ugye a Noé abban a világban élt, amikor a bűn nagyon elhatalmasodott, és az Isten úgy pusztította el a világot, hogy víz által. Megjegyzem, amikor Jézus leszállt a föld alsó részeibe a halálakor, akkor prédikált, és tudjátok, kiknek prédikált? A Noé idejében elveszett embereknek. Na ezt rakjátok össze. Na most ezt, ez van a Bibliában. A Noé idejében a víz által elpusztított embereknek prédikált Jézus a pokolba. Na de nem erről beszélek, hanem azt mondja, Noé bement a bárkába. És mi a bárka? Jézus Krisztus személye. Akiben én fölötte vagyok a pusztulásnak. Akiben én meg vagyok menekülve. Akiben én üdvösségre jutottam. Akiben én meg vagyok tartva. Akiben én szabad vagyok minden csapástól. Ez a bárka. Ez a hit. Erről szól az egész történet. Jézusról szól a bárka, Jézusról szól a bárány, Jézusról szól minden. Ha akarjátok tudni, mondja Jézus, ezek az összes minden, ami az Ószövetségben van, rólam beszélnek, én rólam szólnak, azért, hogy higgyetek. Tudom, hogy nehéz hinni, figyelj, tudom, hogy nehéz hinni. Tudom, hogy nehéz látnom apámat, aki most már 6 vagy 7 éve nem tud menni, el van keseredve, egy tevékeny ember, és a hegy megy tönkre, és nem lehet eladni, és nem lehet eladni a zalaszegroti házat, mert a fél utca eladó, mert a fiatalok azok nem csak, hogy most már Pestre jöttek, mint én is, hanem már Angliában vannak. Nincsenek fiat, nincsenek, akik megműveljék, ott vannak a gyümölcsfák, a szőlő, meg minden, nincs, aki megművelje. És akkor jönni akar az ember szívébe a keserűség, hogy ennyi volt egy emberi élet. És akkor jön az Úr, hogy figyelj ide, lehet, hogy most így néz ki a dolog. Lehet, hogy most Jézus a kereszten van. Lehet, hogy mindenki elment, visszamentél halászni. Lehet, hogy úgy néz ki az egész, hogy egész történés, hogy most mi volt ez az egész. De ebből az Úr dicsősége fog kijönni. De ezt hinnem kell, ebbe az állapotomba nem mehetek le kutyába, nem vonyíthatok, és nem keseredhetek el, és nem lehetek depressziós, és persze egy ilyen telefon után a Kata is kérdezi, hogy mi van veled, hát szomorú leszek. Nem tudják megoldani azt, amit kisújjukkal oldottak meg mindig. És itt vagyunk, és most mi van? Elkeseredünk? Most mi van? Kilépünk, és azt mondjuk, hogy minden fölösleges. Hányszor mondta neked az ördög, hogy hagyd abba? Egy homoszexuális fiú nyilatkozott, amikor az Andi bizonyságát meghallgatta, és utána az Andiékkal több órán keresztül beszélgetett, hogy oda jutott, hogy az ördög erősebb, mint az Isten. Oda jutott, hogy ő öngyilkos lesz, vagy nem tudom, mi lesz, de az Isten nem létezik, vagy ha létezik, akkor valami nagy baj van vele. Oda jutott, hogy, és amikor meghallotta a bizonyságtételt, tudod, mi volt az első? Hogy lehet, hogy mégis él az Isten. Mert lehet, hogy csak rosszul álltunk neki a dolgoknak, gyerekek. Lehet, hogy csak rosszul értelmeztük az igéket. Lehet, hogy csak valahogy máshogy volt, és föladtuk a hitet, és meghátráltunk. És akkor mondtuk ennek a fiúnak, hogy a legelső lépés, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. És mi is el akarunk fogadni téged olyannak, amilyen vagy, és Istennek a kegyelmébe akarunk behelyezni téged, ami képes mindenre. De nem azért helyezünk bele az Isten kegyelmébe, hogy majd megváltozol és megszabadulsz, és akkor majd, és ha nem, akkor meg akkor kidobunk, hanem azért, mert ez az egyetlen megoldás. Ez a győzelem, ami hitünk, ami Jézus Krisztusban van vetve. És ebből a hitből nem tántoríthat el bennünket a törvényes lelkület, az ítélkező lelkület, a vallásos lelkület,
az emberi elvárások és az emberi keserűségek, gondolj bele egy ilyen embernek a fia, és az apukája is jár gyülekezetbe. Gondolj bele, hogy micsoda fájdalom, mennyi titkolózás, mennyi gyötrődés. És úgy néz ki, mintha az Isten lenne a hibás, de nem. Álljunk meg! Nem engedhetjük a keserűséget. Nem tudom, hogy hogy van a megoldás. Nem tudom, amit te is mondtál, nem tudom. Nem tudom mindenre a megoldást, de egyet tudok, itt be akarok maradni. Egyet tudok, hogy nem szeretnék elkeseredni. És nem szeretnék Istenről rosszat gondolni. Hanem azt szeretném, hogy meglássam az ő győzelmét ezekben a dolgokban is. És hogyha nem tenné is meg, akkor is az ő dicsőségét akarom keresni. Amen.